Kedves nézőink, a második helyen zárta az NB2-es bajnokságot a Löbeliéi Kézilabda Klub Ajka csapata. A következőkben erről láthatnak egy stúdió beszélgetést. Szeretettel köszöntelek a stúdióban a Kézilabda Klub edzőjeként. Gratulálok a második helyezéshez. Milyen érzésekkel ülsz itt most? Én is köszöntök mindenkit, hát nagyon szépen köszönjük a gratulációt. Hát azt gondolom, hogy év elején, amit kitűztünk igazából célként, hogy mezőnynek az első felébe próbáljunk végezni, úgyhogy nem ismerjük igazából az NB2-es bajnokságot, ugye, mert évekig NB1-ben szerepelt a csapat. Úgy azt gondolom, hogy reális célkitűzés volt az, hogy az első 6 helyezést közé kerüljünk be. És hát közben azért ugye meg tudtuk nézni az ellenfeleknek a játékát, illetve kiismertük, próbáltuk feltérképezni őket, meg hát mi is próbáltuk a saját játékunkat játszani, aminek a lényege az volt, hogy ne úgymond vegyünk vissza a tempóból, tehát ne süllyedjünk bele mondjuk az NB2-es bajnokságnak az iramába, tehát a szintjébe, hanem próbáljuk azt, amit előtte csináltuk, azt a fajta játékot továbbvinni. Ez azt gondolom, hogy főként a bajnokság első felében sikerült is, tehát ezzel tudtunk eredményesek lenni. Azt gondolom, hogy a második felére, tehát tavasszal egy kicsit úgy, nem azt mondom, hogy beleszürkültünk az iramba, de ennyi is elég volt. Tehát ugye nem késztettek nagyobb bedobásra minket túlnyomó részt egyes mérkőzéseken. Hát volt közülük persze kivétel, mondjuk a Veszprémi Egyetem, illetve a Komárom ellen idegenbe. Ugye az pedig, hogy a Veszprémi Egyetem az pedig egy jóval nagyobb háttérre rendelkező csapat volt ahhoz, hogy valaki megnyeri a bajnokságot, tehát ezért mindenképpen előnyben voltak, ugye olyan játékosok voltak, rutinnal rendelkeztek, NB1-ből érkeztek jó sokan hozzájuk, tehát így azért ők előnyben voltak, azt gondolom, hogy mögöttük végezni nem volt rossz teljesítmény. Mi vár még rátok, mi a következő időszak feladata? Most a jól megérdemelt pihenés következik, vagy van még valami, ami felkészülést igényel? Hát mindenképpen természetesen ugye megünnepeltük azért ezt a második helyet. Hál' Istennek az utolsó fordulóban is egy nagyon ilyen csapatépítő jellegű mérkőzést játszottunk, ami azt jelenti, hogy a Komárom ellen sikerült idegenben nyerni. Ugye az egyetlen úgymond riválisok elleni hazai vereségünket tőlük szenvedtük el. Most ide a Veszprém Egyetemet nem sorolom, mert tőlük, tehát ő volt az a csapat, akiktől oda-vissza kikaptunk, de ez egy más kategória volt, viszont a Komárom ellen ugye az utolsó őszi fordulóban egy fájó, egygólos hazai vereséget szenvedtünk, úgyhogy mindenképpen vissza akartunk vágni. De hát ez a tavasz végén lévő mérkőzések, amikor már eldőlt az, hogy mindenképpen a második helyen fogunk végezni, ha jól emlékszem, már talán 68 pontos előnnyel voltunk a harmadik helyezett Szentgotthárd előtt. Utolsó mérkőzésekre jellemző volt ránk, hogy nem kezdtük jól a mérkőzéseket, tehát nem voltunk talán teljesen mentálisan jól felkészülve, viszont ez a Komárom elleni meccsen így nagyon jól sült el, mert mivel mindenképpen mi is vissza szerettünk volna vágni, és nem jól kezdtük a mérkőzést, tehát azt jelenti, hogy az ellenfél 5-1-re meg 7-1-re is vezetett ellenünk, tehát az egy elég rossz kezdés. Tehát hiába kértem 5-1-nél időt, el kell telni egy időintervallumnak, mire a védekezésünk összeállt, és felvettük el a mérkőzésnek a ritmusát, meg hát mentálisan is ugye belerázottunk a mérkőzésbe. Viszont utána azt gondolom, hogy az egész bajnokságnak a legjobb teljesítményét nyújtottuk a mérkőzés második 40 percében, tehát az első 20 percet leszámítva. A fél időben még a Komárom vezetett 4 góllal, de 16-12-re. A második fél időben összesen 6 gólt kaptunk, tehát az első fél idő 16-jával szemben 6 gólt kaptunk, a kapusunk is nagyon jól teljesített, illetve a védekezésünk nagyon összeállt, és szinte azt látom, hogy nem tudtak mit kezdeni, tehát passzívokat támadtak folyamatosan, tehát nem tudták feltörni abszolút a védelmet, mi meg eredményesek voltunk, és folyamatosan dolgoztuk le a hátrányt, úgyhogy 18-18-nál jól emlékszem, utol is értük őket, és onnantól kezdve meg egy, hát úgy gondolom, egy örömjátékot nyújtottunk, mert 31-22-re tudtunk nyerni, tehát azt gondolom, hogy 4 gólos, illetve meccselen 6 gólos hátrányból 9 góla nyerni, az egy nem rossz teljesítmény. Úgyhogy mindenképpen egy jó hangulatú mérkőzés volt lett a végére, meg hát egy méltó lezárása volt ennek az ezüstéremnek, úgyhogy nagyon jó hangulatban indultunk hazafelé, azt gondolom, tehát egy a fiatalokkal is, ugye, akik a bajnokságban 5. helyen végeztek végül, tehát ők is azt gondolom egy jó tavaszt produkáltak, mert hogy ott is voltak sérültek, hiányzások voltak ugye ősszel, és 8. helyen fordultak. És a célként kitűztük, hogy a megyei rivális Pápát mindenképpen próbáljuk megelőzni, ugye ők voltak az 5. helyen, hát az utolsó fordulóra sikerült őket megelőzni, tehát azt jelenti, hogy mi lettünk az 5-ek, ők 6-ak, tehát ott is egy reális cél tűztünk ki, az sikerült megvalósítani. Hogyha egész évben sok sérülés nincsen, ugye, mert azért azt tudni kell, hogy a felnőtt csapatban rengeteg ifjúsági korú játékos játszik, tehát a csapat fele felnőtt korú, a másik fele a felnőtt csapatnak szinte ifjúsági. Úgyhogy ők 2 vonalban csinálták a kézilabdát, tehát felnőtt és ifi mérkőzést is játszottak, tehát 2 fronton harcoltak, úgyhogy mindenképpen le a kalap előttük ilyen szempontból.
és ugye őket sem kerülték el a sérülések, ez azért kihatott az őszi teljesítményükre, de azt gondolom, hogy amit lehetett azért tavasszal kihoztak önmagukból. Említetted, hogy nagyon sokan nem tudnak veletek itthon edzeni, nem elegendő az az edzésmunka, amit együtt tudsz a csapat minden tagjával tölteni. Lehet-e ezen valamit a nyáron változtatni, hogy a csapat egy kicsit többet legyen együtt? Hát természetesen ez mindenképpen egy edzőnek ez fontos. Ez a legfontosabb persze, hogy együtt tudjon készülni a csapattal, mert ugye ha nem tudunk együtt készülni annyit, amennyit szeretnék, általában egyébként ez volt a jellemző egész évre, akkor nincs mit elvárni. Tehát ugye van egy elképzelése az edzőnek is, meg ugye a játékosok, hogy mire alkalmasak, azt valahogy összhangba kell hozni. Ez azt mondom, hogy bizonyos fokig sikerült, bizonyos fokig nem, tehát azért voltak olyan mérkőzések, ahogy gyengébben teljesítettünk, de ebben az NB2-es bajnokságban sokszor ugye beszéltük itt a végén, hogy ez is elég volt. Tehát volt, amikor gyengébben játszottunk, és mégis tudtunk nyerni kettővel mondjuk a Szent Gotthárd elleni hazai mérkőzésünkön, amikor a magyarán az ezüst meg a bronzérem sorsa végül is nagyjából eldőlt, de szerintem akkor nem nyújtottunk jó teljesítményt, mégis elég volt. Viszont volt olyan mondjuk az egyetem ellen, ahol mondjuk idegenben 20 percig szerintem azt mondom, hogy parádésan védekeztünk, mert az egyetem, tehát egy Tombor, meg egy Kovács Gyuri, akik tavaly még NB1-ben játszottak, nem tudtak nekünk gólokat lőni, döntetlen álltunk 20 percig velük, akkor azt gondolom, hogy ez jó teljesítmény, csak hát ugye ott volt azért egy kis hazai pálya, meg azért a rutin kiütközik a végére, tehát azt nem tudtuk ellensúlyozni, de tehát azt gondolom, hogy voltak hullámzó mérkőzéseink, hol jobban jöttünk ki belőle, hol kevésbé. Mi vár rátok a nyáron, mire készültök? Hát ugye szeretnénk a csapatot azért megerősíteni, tehát ugye mindig a játékost is, edzőt is az motiválja, hogyha előrébb tud lépni. Tehát az mindegy, hogy milyen közeg vagy milyen bajnokság. Ugye mindig úgy kell alakítani a körülményeket, hogy a játékos is, edző is, meg a klub is úgy érezze, hogy felfelé tartunk, vagy hát van értelme annak, amit csinálunk, úgyhogy most is ez a cél. Hát természetesen a minimális változásokat azért tervezünk a keretben, reméljük, hogy összejön, tehát a csapatnak a túlnyomó része valószínűleg együtt fog maradni. Legalábbis most még folynak az egyeztetések, mert ugye sok, tehát a jobb, azt mondom, hogy a jó kvalitású játékosokat mindig hívják ide-oda, tehát vannak ajánlataik, tehát most mondhatnék nevet is, de inkább ezt most mellőzzük. És mi meg szeretnénk őket megtartani, tehát az értékes játékosainkat mindenképpen szeretnénk megtartani, viszont melléjük még ugye nálunk vannak hiányposztok, mint például a jobblátlövő, ugye aztán sérülésekkel bajlottunk, tehát az évközben nagyon kijött, hogyha egyik poszton valaki megsérült, akkor nem biztos, hogy egy fiatal, mondjuk egy ifjúsági játékos ugyanazt a terhet elbírta, tehát ugyanazt tudta játszani, mint amit mondjuk egy bajnokság esélyes vagy egy dobogó esélyes csapatnak játszani kell, tehát őket próbáljuk folyamatosan hogy bedobni a mély vízbe, de még akkor a dolgot azért nem lehet tőlük elvárni, hogy mondjuk nyerjék meg a meccset mondjuk a bajnokság 2-3 legjobb csapata ellen. Idővel valószínűleg azért ez is eljön. Úgyhogy vannak ilyen hiányposztok, és ezeket próbáljuk úgy betömködni ezeket a lukakat ahhoz, hogy még egyszer ilyen ne érjen minket, mint mondjuk ősszel, hogy 2-3 játékos egyszerre kiesik, és akkor bajban voltunk. Tehát amit említettem, ez a Komárom elleni utolsó hazai veresége, az már abból adott, hogy a játékos keret annyiból ki volt facsarva, hogy a játékosok minden mérkőzést 60 percig végigjátszottak, mert nem volt igazából csere lehetőségünk, és ugye az utolsó 4-5 fordulóban ezt így végigjátszani, hogy fejbe elfáradtak. Tehát nem is az, hogy fizikálisan, hanem fejbe. És ugye ez nagyon sokat számít, és tavasszal ez pont az ellenkezőjére fordult, mert azért jó páran felépültek a csapatkapitány Erős Péter kivéve, illetve a Majdanics Lacit, aki jobb szélső, ő még ugye műtötték a kezét, mert eltört a kezem óron. Tehát ők nem épültek föl, de páran ugye vissza tudtak szállni a mérkőzésekbe, a Tömör Csabi, a Pavelka Zsolti, akkor a Fülöp Jani balátlövőbe, tehát ő akkor már nagyobb volt a variációs lehetőség, tehát volt olyan mérkőzés, mondjuk akár a Szent Gotthárd elleni hazai, amit mondtam, hogy mondjuk a Fülöp János beállt a második fél időbe, és akkor zsinórba tudott őt gólt lőni balátlövő poszton, és nem volt, tehát ő volt az, aki mondjuk átlenítette a csapatot a holdponton, ezeket akkor már lehetett ugye ezzel sakkozni, hogy ki mikor kerül pályára, mikor lehet frissíteni a csapaton, ez már ez egy ilyen sportpszichológia, meg ugye, ami még ide hozzájön, hogy hát meg ugye a játékosoknak ezeket a dolgait ugye kezelni is kellett, az, hogy ki lesz a kezdő, ki fog többet játszani ezen a mérkőzésen, ki kevesebbet, ugye ez egy ilyen házon belüli dolog, amit azért a játékosoknak el kell fogadni. Ugye ezzel már jobban lehetett sakkozni ugye a végére, és ugye ez az eredményben azért látszott is. Tehát amikor azt gondolom, hogy a Gotthárdtól egy pontra voltunk mondjuk a bajnokság felénél a dobogón, a végén meg lett közt, azt hiszem, hogy valószínűleg 10 pont, tehát a másodiktól is, illetve a második és a harmadik hely között, az már azért egy elég nagy különbség. Gratulálok nektek még egyszer az eredményhez, és további sok sikert kívánok. Nagyon szépen köszönjük.